Több mint 100 tüntetőt vettek őrizetbe a Scotland Yard adatai szerint a szombaton elkezdődött és vasárnap hajnalig tartó megmozdulások résztvevői közül. London utcáin többször csaptak össze az antirasszista felvonulók szélsőjobboldali ellentüntetőkkel, illetve a rendőrökkel. A rasszizmus ellenes felvonulás sokszor erőszakba fulladt. 6 rendőr könnyebb sérüléseket szenvedett Nagy-Britanniában. Svájc több nagyvárosában is utcára vonultak az emberek szombaton délután. Zürichben a demonstrálók feketébe öltözve, feliratokkal a kezükben, alig észrevehető rendőri jelenlét mellett békésen vonultak az utcákon. Több száz ember gyűlt össze Prága történelmi belvárosában is. A békés rendezvényt Prágában élő amerikaiak informális csoportja szervezte, többnyire baloldali cseh csoportokkal együtt. A demonstrációt egyperces néma megemlékezéssel zárták az Egyesült Államok nagykövetsége előtt.